Sziasztok, angyalkák! Most a heti frissítéssel jöttem nektek. És azzal kezdeném, ami a legfontosabb, és mindannyiótokat érint. Mint a Reader, mind a nem Reader. Az összes játékost. És ezt ki is fogom hangsúlyozni, mert hogy ez egy üzenet a technikai nincsáktól. Először is egy üzenet a tetelő csapatunktól és a technikai ninjáktól, akik nagyon keményen dolgoznak minden szerdán, hogy minden héten új frissítéseket hozzanak. Múlt héten észrevették, hogy rengetegen próbáltatok kapcsolni online, hogy megnézzétek mit van, ami teljesen érthető, de és csillagozva, vastag betűkkel, nagy betűkkel aláhúzva, a heti frissítések sokkal lassabban történnek, mikor egyszerre sok játékos próbál kapcsolódni. Ha már egyszer próbáltál csatlakozni, szeretnénk megkérni, hogy várj legalább 30 percet, mielőtt újból próbálkozná, így fent tudjuk tartani a szerverek gyors működését mindnyájatok érdekében. És ezt be is fogom írni a videóba, hogy olvasni is tudjátok a frissítések további része. Hú, micsoda fantasztikus frissítésünk lett Mistfall bevezetésével. Annyira boldogok vagyunk, hogy ti is annyira szeretitek, mint mi. Ez a hét egy kicsit csendesebb, de ez megszokott dolog a nagy frissítéseket követően. De így is pontosan annyira szórakoztató. Versenyez a jóvék jár őrökkel. Minden új zónában új versenyek szükségesek. Ezen a héten miért ne próbálná ki néhány Jovik járőrök által szervezett remek új verseny. A gondatlan életet élvező Alonso előkészített egy útvonalat a Cedarsurdok közelében. Ha sikerül befejezned, megmutat neked egy másik igazán nehéz pályát, a déli Mistfall erdőben. Miután befejezted ezeket a versenyeket, minden nap újból részt vehetsz bennük, és tapasztalati pontokat nyersz XP a lovat számára. Mielőtt kipróbálnád Alonso új versenyeit, sikeresen be kell fejezned az első tájékozódási versenyt, és el kell érned a kedvelési hírnév szintet Jovik jár őröknél. Új jelek. Jovik díszítői kicserélték letek és istálok előtti jeleket az egész szigeten, hogy új, friss kinézetet biztosítsanak. Nézd meg őket! Karácsonyi ünnepek folytatódnak. Mikulás karácsonyi faluja 2018. január 10-ig tart nyitva, ezért bőven van időt karácsonyi kívánságokat gyűjteni, menő szezonális árucikkeket vásárolni és játszani a csúszójégen. A lópiac, Eddie és Ferdinánd átvették a lópiacokat Silvergate faluban, ahol azon foglalatoskodnak, hogy az összes lovat egybe tereljék. Nézd be hozzájuk jövő héten. Star Stable Horse. Észrevetted, hogy halvazni kezdett a Star Stable Horse applikációban. Ingyenes Androidra és iPhone-ra. Nézd meg az applikációt és játsz egy csikóval, vagy akár egy karácsonyi kecskével, amely elbújt a kifutóban. Star Stable
játékhírek. Ne maradj le a heti játékhírekről. Matildával és Ivával, játékmesterrel, mint mindig, most is megtalálod őket a közösségi média csatornákon. Legyen egy remek heted, és ne felejtsd el naponta belenézni az adventi naptárba az új ajándékokért. Ölel a Star Stable csapata. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, ha nem tetszett, diszklájkold. Ha szeretnél te is angyalka lenni és követni csatornámat, iratkozz fel. Szép napot és jó játékot mindenkinek! Sziasztok!